Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez, ez történt ma, mai témáink röviden. Kína segítségét is kérte Amerika az izraeli háborús válság kiterjedésének megakadályozásához. Égnek a vonalak a Kremben, Putyin sorra hívja a közel-keleti vezetőket. Az ukrán elnök szolidaritási látogatást akart tenni, de Izraelből azt üzenték neki, hogy jelenleg nem alkalmas az idő erre. Kiszivárogtak a Hamas szupertitkos dokumentumai, így tervezték lemészárolni a gyermekeket. Elemzők a két háború hatásairól. 150 dolláros olajár, globális gazdasági visszaesés, de vannak ennél optimistább forgatókönyvek is. A Hamas hasznos idiótái. Miért nem, hisz sok nyugati értelmiségje a brutális tényeknek. Önök az október 16-ai adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Az Ukrajnai háború híreivel részletesen is foglalkozunk Háborúk híreit című rovatunkban, amely minden reggel jelentkezik itt a csatornánkon. Nézzük akkor mai témáinkat részletesebben. Telefonon egyeztetett az amerikai és a kínai külügyminiszter az izraeli háborús válság kiszélesedésének megakadályozásáról, közölte az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Matthew Miller közlése szerint Anthony Blinken Szaúd-Arábiából ottani tárgyalásai után hívta fel Wang Yi, kínai külügyminisztert, akit felkért arra, hogy segítsen megakadályozni az Izrael és a Hamasz közötti háború kiterjedését. A tájékoztatás szerint az amerikai miniszter azt kérte Kínától vessel adva közel-keleti befolyását annak érdekében, hogy más országok és csoportok ne váljanak részesévé a konfliktusnak. A szóvivő konkrét országokat és csoportokat nem említett, amelyekről az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy Kína befolyását gyakorolhat rájuk, de megjegyezte, a kínai és az amerikai külügyminiszter közös érdekként említette a közel-kelet stabilitásának fenntartását. Kína szoros kereskedelmi és politikai kapcsolatokat ápol Iránnal, amely támogatja a Hamasz Palesztin Terror szervezetet, valamint a Hezbollah libanoni fegyveres szervezetet. Anthony Blinken szombaton Riadban tárgyalt Szaudarábia külügyminiszterével Faisal Bin Farhannal, akinek világosá tette az Egyesült Államok feltétlen elkötelezettségét a Hamas Izrael elleni támadásának leállítása mellett. Egyetértettek abban, hogy lépéseket kell tenni a civilek védelme érdekében is. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a szaudi és amerikai külügyi vezetők megvitatták, miként működhetnek együtt a regionális partnerekkel a válság kiszélesedésének megelőzésében égnek a vonalka Kremben. Öt közel keleti vezetőt hív fel hétfőn Vladimir Putyin orosz elnök, mások mellett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Mahmoud Abbas palesztin elnököt is jelentették ki újságíróknak Yuri Usakov, az orosz államfő tanácsadója. Ma mondhatni erős tartot vettünk öt telefonbeszélgetéssel, mondta Usakov. Közölte, hogy Putyin már beszélt Bashar al assad szíriai és Ebrahim Raisi iráni elnökkel, a továbbiakban pedig Abdel Fattah Assisi egyiptomi államfőt, Mahmoud Abbas palesztin vezetőt és Benjamin Netanyahu izraeli kormányfőt fogja felhívni az ukrán elnök szolidaritási látogatást akar tenni Izraelben. Volodymyr Zelenszky a Hamasz Izrael elleni támadása nyomán szinte azonnal kifejezte támogatását, de a zsidó államban úgy tűnik, most úgy látják, a háborúban álló ukrán vezető utazása nem időszerű. Zelenszky azt mondta, hogy Izraelnek megkérdőjelezhetetlen joga van megvédeni magát a palesztin terroristák támadásaival szemben. A terror mindig bűncselekmény, nem csak egy ország vagy konkrét áldozatok ellen, hanem az emberiség egész ellen, nyilatkozta a bestiális terrorhadjárat után. A világnak egységesen kell kiállnia, hogy a terror ne próbáljon meg bárhol és bármikor életet elvenni vagy elpusztítani, mondta Zelenszky. Mint a Times of Israel emlékeztet rá, Izrael többször is támogatásáról biztosította Ukrajnát azóta, hogy az orosz erők tavaly februárban megtámadták az országot, de elzárkózott attól, hogy katonai segítséget ajánljon fel, ami diplomáciai feszültséget váltott ki Kiev és Jeruzsálem között. Mint arról beszámoltunk, Zelenszkij néhány napja párhuzamot is vont az izraeli vérengzések, és a között, amit Ukrajna az Oroszország által 2022. februárjában indított háborúban eddig megtapasztalt, például Bucsában, ahol civilek ellenütő megmészárlást hajtottak végre. Ugyanaz a gonosz erő volt. Az egyetlen különbség, hogy Izraelt egy terrorszervezet, Ukrajnát pedig egy terrorista állam támadta meg, mondta az ukrán elnök. Izrael alapvetően támogatja a megtámadott Ukrajnát, Oroszország pedig meglehetősen barátságos az utóbbi időben a Hamasszal. Ugyanakkor a zsidó állam figyelembe veszi azt, hogy Moszkva jelentős katonai jelenléttel rendelkezik Szíriában, ahol Izrael rendszeresen hajt végre légicsapásokat iráni fegyverszállító konvojok ellen. Közé tette az amerikai NBC televízió azokat a szupertitkos dokumentumokat, amiket az izraeli egységek találtak a Hamasz terroristáinál. Ebből kiderült, hogy kifejezetten az volt a terv, hogy gyermekeket és fiatalokat mészároljanak le a palesztin halálosztagok. A közzétett dokumentumok leírása arra adott utasítást, hogy a Negev sivatag vallásos kibucában, szádban a támadók gyerekeket és fiatalokat végezzenek ki. A szigorúan titkosnak minősített iratokban térképek részletezték azt, hol helyezkednek el az óvodák és az iskolák. Le volt ezekben vezetve az, hogy hány embert kell legyilkolni és hány túsz kell ejteni. A dokumentumok arra is utasítást adtak a két magasan képzett Hamas egységnek, hogyan tudják körülvenni a településeket és elfoglalni azokat, illetve melyek azok a területek, ahol még szombaton is, amely zsidóknál pihenőnap, összegyűlhetnek civilek. A parancsok között szerepel többek között, hogy öljenek meg annyi embert, amennyit csak tudnak, és ejtsenek túszokat is. Szakemberek három lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel a világgazdaság számára az izraeli konfliktus következtében. Az Economus-prognózisa szerint, amelyet az Economics híroldal idézett, amennyiben korlátozott marad a háború, akkor a világgazdaságra gyakorolt hatása minimális lenne amennyiben Izrael és Irán közötti proxy, vagyis kihelyezett háborúvá szélesedne a harc, például a libanoni Hezbollah vagy a szíriai miliciák csatlakozásával, akkor már komolyabb következményekkel lehetne számolni. A közgazdászok becslése szerint a kőolaj 10%-kal emelkedhetne, a világgazdasága pedig 0,3%-kal lassulhatna. Végül, ha Izrael és Irán közötti nyílt háborúvá fajulna a konfliktus, amelyre jelenleg elenyésző az esély, az az egész világkereskedelmet felborítaná, akár 150 dollárig is kilőhetne az olajára, és mindez egy százalékkal visszavetni a globális gazdaságot. Az ökonomusznál a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt látják, hogy a háború a gázai jövezetre korlátozódik, tehát a világgazdaság nem fog sokat megérezni belőle a Hamas hasznos idiótái. Miért nem hisz sok nyugati értelmiségi a brutális tényeknek? Annak ellenére, hogy egyre több bizonyíték lát napvilágot a Hamas múlt szombati barbár terroroffenzívájáról, nyugati egyetemeken sorra tartanak palesztin rendezvényeket. Miért nem tudja a nyugat elhinni azt, hogy a Hamas csecsemőket égetne? Teszi fel a kérdés a Jerusalem Pozma megjelent véleménycikkében a lap stratégiai vezető elemzője Mayan Jeff Hoffman hogyan lehet racionalizálni több mint 1300 ember meggyilkolását, nők elleni szexuális erőszakot, csecsemők lefejezését és ártatlan gyermekek felgyújtását, írja a szerző arra reagálva, hogy nyugati palesztin barát akadémikusok sorra csatlakoznak a ha Hamas támogató gyűlésekhez. Néhány nappal a mészárlás után 34 Harvardi diák szervezet koalíciója aláírt egy levelet, amelyben kijelentették, hogy, idézem, teljes mértékben az izraeli rezsimet tartják felelősnek a kibontakozó erőszakért, valamint, hogy az apartheid rezsim az egyetlen, akit hibáztatni lehet. A levelet olyan szervezetek írták alá, mint az ultraliberális Harvard Jews for Liberation és a BLM mozgalomhoz közel álló African American Resistance Organization. A George Washington Egyetemen palesztinai virasztást tartottak. A Michigani Dearbornban nagyszabású palesztinpárti ünnepségre került sor. Az X-en, korábbi nevén a Twitteren, tömegek lengettek palesztin zászlókat a Ford Community and Performing Arts Center előtt. Az egyik gyereknek egy tábla volt a kezében, amelyen az állt, hogy Izrael olyan gyerekeketől, mint én, és vörös festékkel fröcskölték össze a táblát. A példák listáját még lehetne folytatni. Még mindig nem értik, mondta Harel Korev, a Tel Avivi Egyetem Moshe Dayan közelkeleti tanulmányok központjának munkatársa, az általa idióta nyugati palesztin barát akadémiáról. Nem tudják kimondani azt, hogy a Hamas egy olyan halálos gyilkos szervezet, mint az ISIS, folytatta Korev. Még mindig mentegetik a történteket. Ahelyett, hogy elismernék, mekkorát tévedtek azzal kapcsolatban, hogy a Hamas egy legitim felszabadító szervezet. Még inkább támogatják is a gyalázatos utcai tüntetéseket a terror szervezet mellett. Korev szerint, aki támogatja a Hamas Izrael elleni akcióit, nem érdemli meg, hogy értelmiségének vagy szakembernek nevezzék. De kérdés, hogy ha a Hamasz nyilvánvalóan gonosz, akkor miért nem látja ezt a nyugat? Mélyen beleívódott a nyugati társadalomba az a felfogás, miszerint a Hamasz úgymond normális ellenség, akivel lehet tárgyalni, magyarázta David Wurmser, a Mizgav Nemzetbiztonsági és Cionista Stratégiai Intézet munkatársa, aki korábban Dick Cheney amerikai alelnöknek adott tanácsokat. A Hamas azonban nem politikai ellenfél, hanem maga a gonosz mondta Wumser, aki szerint a nyugati palesztin barát akadémikus képtelen megérteni azt, hogy a Hamas legutóbbi támadásainak semmi köze a gyarmatosításhoz, a megszálláshoz vagy az elnyomáshoz, vagy akár ahhoz a félelemhez, hogy Izrael béke szerződést köz Szaudarábiával és ott hagyja a palesztinokat. Az Izrael elleni mészárlás ugyanis a Hamas halálos, radikális ideológiájában gyökerezik. Ha bármi mást hiszünk, az ha akkor hazugságokat hiszünk, teszi hozzá a Jerusalem Post elemzője a Sky News-nak adott interjúban a Hamas politikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, sem Naim azt mondta a riporternek, hogy a Hamas nem ölt meg egyetlen ártatlan izraeli civilt sem. A hadműveleten belül nem tudom megerősíteni ezt az izraeli propagandát. Amikor a riporter, aki látta a holtestekről készült fényképeket, visszakérdezett, Naim kiforgatta a narratívát. Újra kell definiálnunk azt, hogy mi az a civil, mondta a terrorszervezet szóvivője. Nem tekintetek civilnek egy Cisjordániában élő telepest, aki fegyverrel a kezében felgyűjtja húvar a városát. Nem tekintetünk civilnek senkit, aki a határok körül ólálkodik, a kiber és mesterséges intelligencián dolgozik, hogy kontrolláljon és ostrom alá vegyem minket. A délen megölt emberek azonban Izrael szuverén területén éltek egy nemzetközileg elismert határ mentén. Nem éltek Ciszjordániában vagy más településen, és nem vettek részt Gáza ostrom alá vételében. Mint arról beszámoltunk, sokan közülük anyagilag is támogatták azokat, akik október 7-én a gyilkosaik lettek. A Hamas azonban tudatosan hazudik és manipulálja a nyugati médiát és a tudományos életet. Ez várhatóan erősödni fog az elkövetkezendő napokban, amikor Izrael lépéseket tesz a palesztin civilek halála és az a palesztin civilek halálával járhat majd. Ez azonban annak az eredménye, hogy a Hamas kilövőállásként használja otthonaikat és kórházaikat, miközben nem biztosít bunkereket vagy más védelmi eszközöket a számukra, és akadályozza az önkéntes evakuálást is, amelyre Izrael fölszólította az övezet északi felé élő lakosságot. Ami Izraelben történt, annak figyelmeztető jelnek kellene lennie az egész nyugat számára, hogy ébredjen fel. A gonosz erői mozgolódnak, itt az ideje, hogy a nyugat reagáljon és cselekedjen, zárja cikkét a Jerusalem Post szerzője. Most ennyi fér bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Holnap is várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 45 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Az izraeli háború híreiről folyamatosan beszámolunk élőadásokban, interjúkkal és hírösszefoglalókkal. A hetek podcast támogatói köre számára pedig John Mearsheimer, amerikai politológus, a Realista Elemző Iskola világhírű képviselőjének. a Nagy téveszmet című könyvéből szemlézzük a legfontosabb fejezeteket. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linken tudják ezt megtenni. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!